Köszöntöm a kedves nézőket, Szilágyi Eszter vagyok. Ahogy a héten eddig már megszokhattuk, frontok jönnek-mennek, sorra érik a Kárpát-medencét, s a mögöttünk álló éjszaka is egy kiterjedtebb felhő és csapadékrendszer közelítette meg térségünket, ezt a felhőtömböt láthatjuk is kirajzolódni a műholdképen. Maga a csapadékrendszer a nap folyamán egyre inkább északi, északkeleti irányba helyeződik át, és nyomában lassan megkezdődik majd a felhőzet felszakadozása. Így a déli tájakon, főként a nap második felében már egyre inkább szakadozik, csökken felettünk a felhőzet, és ezekben a körzetekben már hosszabb napos időszakoknak is örülhetünk. Emiatt ma itt lesz a legmelegebb, a déli körzetekben akár 15-18 fokot is mérhetünk a legmelegebb percekben. Viszont ahogy említettem, ez a csapadékzóna, amely az éjszaka volt felettünk, egyre inkább északi, északkeleti irányba helyeződik át, így ezekben a térségekben még több felé készülhetünk a nap első felében eső, záporok kialakulására. A nap második felében inkább már csak a felvidék keleti részén, Kárpátalján, valamint Erdélyben lesz szükség az esernyőkre, de itt is lassan majd szűnik a csapadék, csillapodik az eső, és az esti órákra mindenütt alább hagy. Viszont nyomában az esti órákban egyre több felé párássá válik majd a levegő, és nagy területen akár holnap reggelre köd is képződhet. Ezek a ködfoltok pedig akár makacsul is megragadhatnak, csupán nehezen oszlanak fel a holnapi nap folyamán, így lassan melegszik a levegő. A tartósan ködös tájakon alig lesz 10 foknál melegebb a legmelegebb percekben is. Másutt, ahol felszakadozik gyorsabban ez a köd takaró, akár 16-17 fokot is mérhetünk a legmelegebb percekben. Hőmérséklet tekintetében különösebb változást a következő napok sem tartogatnak, továbbiakban is enyhék lesznek az éjszakáink, a légköri fagyok elkerülnek bennünket. A szombati nap lesz kiugróan meleg, ekkor is délies áramlással melegebb levegő érkezik a Kárpát-medencébe, így akár néhol 19-20 fokot is mérhetünk a legmelegebb percekben. Jellemzően sok lesz felettünk a felhőzet, a Kárpát-medence környékén újabb és újabb felhőgócok tűnnek fel, amelyekhez csapadék is kapcsolódik, kiadós csapadék vasárnap és a hétfői nap folyamán vár ránk. Jelenleg ez prognosztizálható. Köszönöm a figyelmet, szép napot kívánok, viszontlátásra!